Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes dologról lesz szó, az App Image formátumról. Már mindenki hallott róla, pár bevezető szó után két-három programot szeretnék megmutatni, illetve kettő darab programot meg egy manuális telepítést. Mi is az az App Image formátum? Az App Image formátum Linux alatt elterjedt, nagyon elterjedt file formátum, ami telepítés nélkül pontosan egy darab file letöltésével egy egész programot fog neked adni. Miért jó ez? Mert ki tudod vele próbálni azt a programot, amire te vágysz, csak nem vagy benne biztos, hogy az kell. Másik dolog, hogyha a rendszeredben egy régebbi formátum van, régebbi verzió van, akkor természetesen az App Image-be az újabbat is fel tudod telepíteni, annélkül, hogy különböző egyéb tárolókat felvennél, illetve egyéb akármi telepítése nélkül is működni fog, azaz kényelmesen kipróbálhatod. Bár én azt mondtam, hogy könnyű eltávolítani ezt a formátumot, letörlöd a fájt, hiszen egyet töltesz le, elindítod és működik felkiáltású dolog, de azért figyeljünk oda, hogy a saját könyvtárba, a home könyvtárodba, jellemzően a .config könyvtárba előfordul, hogy ő berakosgat olyasmiket, amik az ő beállító állományai, ideiglenes állományai és egyebek, tehát időnként azt a .config könyvtárat érdemes átnézni, és esetlegesen, hogyha oda bepofátlankodik ilyen dolog, akkor természetesen azt törölni kell, az nem fog eltűnni azzal, hogy te az App Image image-et leszeded, letörlöd, hiszen az csak egy fájl törlése lesz. Na nézzünk is meg, hogyan működik egy egyszerű, minden külső program nélkül telepíthető, futtatható App Image a legegyszerűbben. Természetesen kiszemeled azt a programot, amire szükséged van, és megnézed, hogy van-e abból App Image formátum. Én az Obsidiant fogom felrakni, ez egy szövegszerkesztő, és egyéb dolgokat tudod, nagyon komplexen használható, valóban egy nagyon jó kis szövegszerkesztő programocska, nyilván aki ismeri, ismeri, aki nem, annak érdemes kipróbálni, hogyha sima szövegeket szeret szerkeszteni. Oké, oda megyünk a honlapjukhoz, és azt mondjuk, hogy Obsidian, és megnézzük, hogy bizony, megnézzük, hogy van-e letöltés. Természetesen van letöltése, rákattintunk, és utána azt mondja, hogy különböző formátumok vannak. Leszedjük az App Image formátumot, persze természetesen a több architektúrához van, akkor a nekünk megfelelőt fogjuk leszedni. Nyilván az App Image ki van ide írva, nem fog nekünk gondot jelenteni, rákattintunk, és le fog töltődni. Nyilván oda fog letöltődni, ahova a te böngésződbe van állítva, le is töltődött, és utána oda megyünk a letöltési mappába, és megkeressük. Nyilván oda van írva a neve, meg hogy App Image jó nagy betűkkel, és érthetően ott van, hogy App Image formátum, tehát nem is tudod mással összekeverni, és utána adunk neki egy futtatási jogot. Természetesen ezt terminál alatt is megteheted, de én azt mondom, hogy mivel hogy grafikus felületet nyitottam meg, egy fájlkezelőbe, adjuk meg fájlkezelőbe, rákattintunk, jobb egérgombbal természetesen, és a tulajdonságok között valahol, ahol a te fájlkezelődben benne van a jogosultságok, tulajdonságok, egyéb név alatt futó dolgok, rákattintunk, és azt mondjuk, hogy végrehajtás engedélyezése. Tehát adunk neki egy végrehajtható jogot, ennélkül nem fog elindulni. Oké, utána más teendőnk nincs, megfogjuk, és azt mondjuk, hogy megnyitás, és utána természetesen rákattintunk kétszer, és elindul. Előfordul, hogy esetlegesen a bal egér gombbal nem indul el, akkor jobb egér gomb és futtatás vagy valami ilyesmi a fájl kezelő beállításától függően el is indult. Oké, tehát gyakorlatilag így tudsz egy olyan állományt, egy olyan programot feltelepíteni, ami nem hoz fel neked semmi egyebet, nem lesznek olyanok, hogy függőségi problémák, hanem ki tudod próbálni, tudod használni, annélkül, hogy különösebb macera lenne vele. Meg is nézhetjük azt, hogy mit csinált az Obsidian. Gyakorlatilag elindítottam az Obsidian programot, és becsukom. Tehát ennyi volt az egész, megnézzük, hogy rakott-e föl valamit. Tehát, hogyha én ezt el akarom távolítani, akkor ezt a könyvtárat, tehát az ő munkakönyvtár, beállítási könyvtárát is el kell távolítani.
ide megyünk, hogy Laci, tehát bemegyek a saját könyvtáramba, és utána megkeressük a konfig könyvtárat, és rögtön látjuk, hogy van egy olyan könyvtár, jó Obsidian. Az, hogy ő mit rak ide bele, az bennünk nem érdekel, ha le akarjuk törölni, akkor természetesen ezt a könyvtárat is érdemes lesz eltávolítani. Ennyire egyszerű a dolog. Mi ennek a hátránya? Természetesen ennek az a hátránya, hogy elindítottam egy állományt, szépen dolgozok vele, becsukom, de utána megint ugyanúgy el kell indítani, tehát rá kell kattintani, a start menüben nem fog beépülni. Na, erre van egy jó kis programocska, annak a telepítését mindjárt megnézzük. Ahhoz, hogy egy picit jobban be tudjuk integrálni a rendszerünkbe az apimidzseket, azaz a start menüből el tudjuk indítani, ezt a kis programocskát érdemes telepíteni. Megkeresed, rákeresel az internetre, az első találat ez szokott lenni, majd lejössz ide, elolvasod a leírást természetesen, a wikire kattintva ki fogja adni, hogy hogyan lehet telepíteni a te rendszeredre. Nyilvánvalóan Debianra másképp kell telepíteni, mind esetleg egy Arch rendszerre, gyakorlatilag a leírást el kell olvasni, nagyon egyszerű egyébként a telepítése. Miután települt, eljátsszuk ugyanazt, amit előbb csináltunk, megnyitjuk a letöltés mappát, megkeressük letöltések, és a letöltés mappába, mivel az előbb már letöltöttük, ott van az Obsidian, most újra elindítjuk, és lássatok csodát, egy újabb panel jött ki, az előbb ezt nem láttuk, milyen lehetőségeink vannak. Van olyan, hogy bocs, de nem akarom ezt használni, tehát a középső gombra kattintva azt mondjuk, hogy ez nem kell nekünk. Futtathatjuk egyszer, tehát elindítjuk a programot, kipróbáljuk, és hogyha nem kell, akkor kalapkabát, vagy integrálni tudjuk a rendszerünkbe, és el tudjuk indítani. Integrál és futtat, és utána eltűnt a program. Eltűnt a program, de utána elindult. Mi történt? Integrálta a rendszerünkbe. Hogyan kell ezt beállítani? Általában, hogyha ezt te még nem használtad, és az első futásnál igazából elő fogja dobni azt a kis panelt, amit mindjárt előkeresünk, elindítjuk a start menüből az AppImage Launcher-nek a settingjét, be tudjuk állítani azt az egyetlen egy fontos paramétert, ami jelen pillanatban bennünket nagyon érdekel, hova rakosgassa el a mi rendszerünkbe az AppImage fájlokat, azaz fogja, elindítom az adott AppImage-t, ő észreveszi, hogy AppImage indult, ő fogja magát, megkérdezi, hogy mit csináljunk, hogyha pedig azt mondjuk neki, hogy légy szíves már integrálni a rendszerembe, és a start menübe belekerüljön, akkor ő átfogja az adott állományt, AppImage állományt ebbe a könyvtárba másolni, hogy te milyen könyvtárba teszed, teljesen mindegy, lényeg az, hogy legyen egy könyvtár, vagy egyszerűen elfogadhatod azt a könyvtárat, amit ő felajánl, én el szoktam fogadni az applikációs könyvtárat, oda szépen bepakolja, és egybe lesznek az összes AppImage cuccaink, és utána, hogyha valami éppen nem kell, onnan kézzel kitöröljük. Miután ő észreveszi, hogy abból a könyvtárból kitörölted az ő általa oda bemásolt AppImage-et, ő öntevékenyen és nagyon hatékonyan a start menüből is el fogja tüntetni, azaz majdnem olyan, mintha a rendszered csomagkezelőjével telepítetted volna, teljes integralitást kapsz az adott programra, azon szempontból, hogy a start menübe bent lesz, onnan indíthatod, ha pedig az adott könyvtárba, amit ott megjelöltél, szeretnéd eltüntetni az adott programot, akkor nyilvánvalóan, természetesen semmi más teendőn nincs, fogod és kitörlöd, hatékonyan és öntevékenyen a start menüből ki fogja venni. Ami fontos, és nem kéne hozzányúlni, hogy az auto start, auto integrációs démon, az fusson. A háttérbe fut, ez a démon nem valami szörnyetek, hanem semmi egyebet nem csinál, mint háttérbe elindít egy programot, és ő figyeli, elindítasz egy AppImage programot, akkor rögtön ő érzékelő, hogy elindult egy AppImage program is, teszi a dolgát, kidobja a panelt, és megkérdezi, hogy szeretnél-e valamit tenni, és egyéb könyvtárakat hozzá tudsz adni, nekem ez éppen nem kell, és akkor leokézok mindent. Ennyi a használata. Egyszerű? Egyszerű és nagyszerű. Nincs ezzel semmi probléma.
Milyen lehetőségeink is vannak? Nézzük is meg, hogyha feltelepítettem az Optimish Launcherrel egy programocskát, jelenleg az Obsidian, hogy milyen lehetőségeket kapunk. Erre figyeljetek, ez általában nem dokumentált, illetve itt-ott le van írva, de nem erre térnek ki. Na nézzük is meg, miről beszélek. Ennyit, rámegyünk, megkeressük az Obsidian. Obsidian, itt van az Obsidian, figyeljetek rá, nekem Flatpakbe is fent van, azt szoktam használni, de mivel úgy most bemutató szándékkal feltettem Apimage-be, hát természetesen Apimage-re oda megyünk. Jobb egér gombbal rákattintunk, hozzáadunk a panelhoz, hozzáadhatjuk az asztalhoz, hozzáadás a kedvencekhez, eltávolítás, illetve remove. Kényelmes? Most mondja valaki nekem azt, hogy ez nem kényelmes dolog. Tehát gyakorlatilag innéd is el lehet távolítani. Bár én az előbb azt mondtam, hogy természetesen eltávolíthatod úgy is, hogy a beállított könyvtárba odamész. Igen, odamész és egyszerűen kitörlöd. Meg megkeresed a konfigurációs állományokat is, hogyha leszeretnéd törölni. És utána már természetesen teljesen eltűnik, de innéd is el tudod tüntetni, ha éppen ez a kattogtatásos módszer neked kényelmesebb. Kényelmes? Mondjuk azt ki. Természetesen nagyon kényelmes, nem szemeteli tele a rendszeredet esetleg olyan függőségekkel, amit később neked kell eltávolítani, nem lesz olyan, hogy valami függőség nincs, és ennek megvan egy még egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága, hogyha az Apimage fájlt letöltöd az egyes verziót, kijön az 1.1-es verzió, persze letöltöd, és utána azt akarod használni, kiderül, hogy az mégsem nem olyan jó, akkor természetesen mit tud csinálni? Fogad az 1.1-es kitöröd, és simán újra, persze, hogyha eltetted az Apimage 1.0-as verzióját, akkor nyilvánvalóan az tovább tudod használni, tehát több verziót is tudsz egyszerre fenntartani a gépeden. És egyszerre több verziót is tudsz tartani a gépeden. Oké, lehet ezt is csinálni, felmegyek az internetre, rákeresem, letöltöm, beintegrálom. Igen, mindenki azt mondja, hogy jó, ez olyan kőkorszaki. Persze, vannak olyan Apimage gyűjtő oldalak, ahol összegyűjtögették az Apimage fájlokat, de ahhoz is fel kell menni az internetre. Neked igazából olyasmi kellene, ami olyasmi, mint a szoftverkezelő. Persze, tudom, hogy ez a legkényelmesebb, és van is ilyen program. Képzeljétek el, találtam egy ilyen programot, nem én találtam, hanem már bent volt a Linux Mintbe, telepítettük, és utána működik is. Nagyon megtetszett, olyan, mint a szoftverkezelő. Na nézzük is meg, micsoda ez. Hát elindítjuk a szoftverkezelőt, most úri emberek leszünk, és kényelmesek, grafikus felülettel dolgozunk, beírjuk, hogy szoftverkezelő, elindítom a szoftverkezelőt, mindjárt el is fog indulni, és megmutatom, mit kell telepíteni. Nekem telepítve van, de hát nyilván higgyétek el, hogy a szoftverkezelőben mind bent van. Ha nincs bent a te disztribúciódban, nyilván az interneten rákeresel, 1 millió helyen ott lesz a linkje, hogy hogyan kell ezt telepíteni. Tehát Apim, beírtam, és akkor van ilyen, hogy Apimage Pool. Ezt telepíteni kell, kényelmes. Flathubról is tudod telepíteni, tehát Flatpakként tudod telepíteni, ha éppen az a kedvenced, és szuper kis program. Na hát nézzük is meg, mit tud, indítsuk is el. Apim, igen, és Apimage Pool-ra rákattintunk, és elindul. Nézzétek meg, mint a villám, bedobja a képet, és válogathatunk, és dolgozhatunk. Szép kis kategóriák vannak, grafikus programok közül, kiválaszthatod, amit szeretnél, van egy kereső, és azzal kereshetsz a névre is. Lehet látni, nem 2, 3, 4, 5, meg 10, meg 12, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok program van. Ez, amit éppen itt látok, természetesen értelemszerűen a grafikus programok, de egyébként az összeset be lehet integrálni, illetve hát meg lehet jelenítetni, rengeteg program van, amivel tudunk dolgozni. Oké, nyilvánvalóan mi az első gondolat? Van egy olyan program, ami neked megtetszett, tetszen nekünk, micsoda. Keresünk is egy programot, legyen a Gvim elnevezésű. Engem mindig érdekelt, hogy a grafikus Vim, az NeoVimnek, a Vimnek a grafikus felülete hogyan néz ki, de telepíteni nem volt kedvem,
így bizony Apimicsbe ki tudom próbálni, Apimics, rákattintunk, és azt mondja, hogy nagyjából így néz ki, van egy kis leírás, 2-3 szavas, igazából nem szokták túlzásba vinni, és letöltés, rákattintunk a letöltésre, és akkor azt mondja, hogy melyiket szeretnéd, amelyiket szeretnéd, azt fogom feltenni, kiválaszthatod, ami neked kell, gyakorlatilag igazából a Gvimre gondoltunk, igen, a Gvimre gondoltunk, le fogjuk tölteni, le fogja tölteni egyébként mind a villám, és amilyen gyors a géped, olyan gyorsan le is töltődik, kényelmes, gyorsan tudsz keresni, hasonlóképpen működik, mint a legtöbb szoftverkezelő. Utána én azt szoktam csinálni, hogy rákattintok, elindítom természetesen, és utána eldöntöm, hogy integrálni szeretném, vagy nem. Hát körülbelül ennyi az, amit az Apimage-ről el tudok mondani. Összefoglalva, egy különálló file formátum, egy különálló telepítési csomag, telepítési lehetőség, ami egy darab állományt hoz le. Ezt tudod telepíteni úgy, hogy az interneten megkeresed, nyilvánvalóan kényelmes rákereső, letöltöd és elindítod, persze futtatási jogot szeretnél neki adni, nyilvánvalóan annélkül nem indul egy program, nincs neki joga futni, kész, ennyi. Kipróbálod, használod, elindítod annyiszor, ahányszor kell, ezzel nincs probléma. A letöltési könyvtárba vagy átmásolod, amit mutattam, az nyilvánvalóan nem tesz más, mint átmásolja és beintegrálja a rendszeredbe, akkor elindítod, ez a legegyszerűbb megoldás, nincs vele semmi gond. Arra azért figyelni kell, hogy bár Apimage meg egy darab fájl, meg hogyha letörlöd, azt hiszed eltűnnek a beállító fájlok, de nem. Hát azért a konfig könyvtárat meg kell nézni, de hát ez egy kicsit kényelmetlen dolog, azt nem takarítja ki. Hozzáteszem, a legtöbb csomagkezelő, hogyha eltávolítatod vele a programot, akkor véletlenül se fogja eltávolítani automatikusan a konfig könyvtárokat, így bizony nem annyira kényelmetlen, hogy oda kell figyelni a konfigurációk eltávolítására, azaz kényelmesen lehet használni. Természetesen mutattam egy olyan programocskát, amivel beintegrálhatod te a rendszeredbe, ez nem csinál mást, mint amit mondtam, fogja magát, figyel arra, hogy éppen indítasz egy Apimage-et, ha elindul egy Apimage, a démon rögtön megkérdezi tőled, hogy hát légy szíves megmondani, hogy mit csináljak ezzel az Apimage-et, most egyszer indítsam, ne csináljak vele semmit, akkor meg minek kattogtattál erre, hiszen akkor nekem dolgozni kell, integráljam és indítsam el. Nyilván azért használjuk ezt a programot, hogy integráljuk, és utána ha integrálni akarjuk, akkor beintegrálja, átmásolja egy könyvtárba, megadott könyvtárba, és utána megcsinálja az indítóját a start menübe, és utána tudod használni. Szuper! Nyilvánvalóan nem szeretnénk úgy, hogy is mondjam, keresgélni az interneten, főleg akkor, hogyha keresünk egy grafikus programot, de igazából nem tudjuk a nevét, hát az úgy kényelmetlenebb, főleg még egy Apimage-et is hozzá összekeresni, hát akkor mit lehet tenni? Természetesen azt lehet tenni, hogy az Apimage pult azt feltelepítjük, és kapunk egy szoftverkezelőhöz hasonlatos, ilyen keresgélős, szépen összerakott, csoportosított rendszerbe programokat, a közül kiválasztjuk azt, ami nekünk tetszik, és utána nincs egyéb teendőnk, csak annyi természetesen, és nincs egyéb teendők, mint rábökünk a letöltésre, persze beállítjuk, hova töltse le, és utána letöltetjük vele. Ennyi. Tehát ennél többet igazából nem tudok elmondani ezekről a rendszerekről, valóban fajék, egyszerű dolog. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó Apimage használatot kívánok!